feleségemmel, Annával és 4 gyermekünkkel 10 éve lakunk itt Diatorbágyon. Ez egyfajta visszatérés volt számomra, hiszen édesapám és nagyomám itt születtek Diatorbágyon, itt nőttek fel. Itt életünket és közösség életünket a helyi diatorbágyi keresztény testvérgyülekezetben éljük meg, és itt válunk szolgálatot. A szokásokat és az értékeket gyermekkorunkban közösségek közvetítik felénk, ilyen például az iskola, vagy adott esetben egy gyülekezeti közösség, családi közösség. Velünk született szükséglet, hogy ünnepeljünk. Ünnepelni jó dolog, ezt átéljük. Annak idején az osztályfőnökünk egyik délután adventi koszorút készített velünk. Nekem ez annyira megtetszett, hogy utána évekig én készítettem otthonra. Látom saját gyermekeimen is, mennyire megérinti őket az első, a második, a harmadik, majd végül a negyedik gyerke meggyújtása. Egy jó példa arra, hogy egy szokás tartalommal és mondani valóval. Gyermekkorunkban igeverseket tanultunk meg gyermekek, és azt elmondtuk a gyülekezetbe, a felnőtteknek, a karácsonyi ünnepségen, aminek itt nagyon örültek, együtt énekeltünk. Majd ezt követően a ige hirdető olyan módon hirdette az igét, hogy azt mi gyermekek is megértessük, nem csak külön gyerekórán, tehát ők is úgymond figyeltek ránk, hogy ez egy ilyen közösségi ünneplés volt. Hasonlóan tesszük egyébként ezt most itt a helyi diatorbágyi gyülekezetben. Sok éven keresztül úgy ünnepeltünk, hogy családommal, szüleimmel, testvéreimmel, egy 24-én ebéd után elmentünk nagyszülőköz, illetve más időseket, hogy velük is együtt ünnepeljünk. És a helyszínek között, amikor elmentünk az egyik helyről a másikra, akkor nővéremmel és húgommal mindig az autóba fenyőfákat számoltuk, ki hányat lát, lakásokba, vagy éppen kint a kertekbe, és egy-egy ilyen alkalommal 200-300 fát is számoltunk. Aztán este ünnepeltünk, emlékeztünk és ajándékoztunk a falat, majd elfogyasztottuk édesanyám által nagyon ízletesen elkészített ünnepi vacsorát, és általában az akkor kapott játékokkal sokáig játszottunk. Aztán nyilván jöttek a rokonlátogatások, amiket mi gyerekek azon vártunk, találkozhattunk például unokatestvéreinkkel. És ha már itt elérkeztem ugye a családhoz, mint egy fontos közösséghez, akkor szépebben látni a folyamatot, hogy hasonlókat élünk meg saját gyerekeinkkel kapcsolatban is. Vannak átmentett értékek, és vannak benne új elemek is. 24-én délután nem megyünk látogató körútra, de a gyermekekkel együtt szoktunk szeretetcsomókat készíteni másoknak, hogy ők is átélhessék, jobb adni, mint kapni. Anna mindig nagyon finomokat főz, azokat az ízeket is oda varázolva, amiket én gyerekkoromban megszoktam. És 24-én délután, amikor még feleségem befejezi az előkészületeket, gyerekekkel egy hosszú sétára szoktam menni itt Diatorbágyon. Ilyenkor csendesek az utcák, olyankor minden egészen más. Egyik ilyen alkalommal volt időnk arra is, hogy a Szentháromság tér és a Kálvin tér közötti található járda szakaszokon járda feliratot elolvassuk a régi lakóktól, mesteremberektől. És van olyan kőkerítés, ahol végig szoktak sétálni a gyerekek, kisebbek még fogva a kezemet. Hogyan viszonyul a szívünk karácsonyhoz, ezen ünnepi szokások közepette, mire emlékezünk. A kedves szokásaikon túl vannak olyan dolgok, amiről megemlékezünk karácsonykor. A keresztény ember az Úr Jézus Krisztusra emlékezik. Emlékezünk mindenki kicsit máshogy. Valaki hangosan, valaki halkan, valaki tömegben, valaki magányban. Gyertyafénynél a szobában, vagy hosszú csendes sétál közben. Megnézve a Passió filmet, vagy elolvasva a Lukács 2-t. Valakinek jól látható a mosoly az arcán, de az is lehet, hogy az élet rögös ráncaitól ez nem annyira látszik. Egy biztos, a szíve örül. Úgy, ahogy annak idején az Úrnak az angyala mondta a pásztoroknak azzal az örömmel, és azt mondta, hogy ne féljetek, mert én már hirdetek nektek nagy örömet, mert az egész népnek öröme lesz. Született mellettek a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. És ez így van 2000 éve, egy hatalmas ünnep. Karácsonykor emlékezünk, hogy megszületett a megtartó, a megváltó, az üdvözítő. De mint amikor egy szeretünket megünnepünk születésnapi alkalmából, tortával, ajándékkal, valami személyessel, valami élménnyel lepjük meg, időt töltünk vele,
Ugye ez nem azt jelenti, hogy az év többi napján nem lennénk felé szívünk legnagyobb szeretetével. Így van ez velünk is. Urunk ígérete szerint minden nap velünk van. Tényleg lehetséges, hogy személyes megtartom, megváltom, üdvözítőm legyen a megszületett, vagy később keresztre feszített és feltámadt Úr Jézus Krisztus. Valóban minden embernek megjelent az Isten üdvözítő kegyelme? Van valami, ami ma igen sok megosztottságunk közepette? Valóban mindenki lehet? Később már nem a kis, de Jézus, hanem a felnőtt Jézus maga mondta. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a lelketeknek. Azt kívánom mindnyájunknak, hogy lelkünk megnyugvását őnála keressük, mert valóban nála találhatjuk meg. A személyes hívását elfogadjuk, ő lesz, ami megtartunk. Kívánom, hogy éljük meg az adventet úgy, hogy az valódi várakozás legyen, és ne egy feszültséggel teli időszak. Szeretettel búcsúzom. A Béatorvágyi Keresztény Testvéri Gyülekezet és saját magam nevében minden kedves hallgatónak áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánunk.